Tarjány Péter Biztonságpolitikai szakértől a következő vendégem jó reggelt kívánok köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Emiliával, ugye már említettük, hogy majd érkezik hozzánk, és valószínűleg, hogy nagyon sok olyan kérdés fogunk, vagy fogok én is feltenni, ami a választópolgárok fejében ilyenkor felmerül. Kezdjük a felelősséggel és a Nemzetbiztonsági Bizottság sikertelenülésével. Ön azt írta a Facebook oldalán, hogy ilyenkor ettől függetlenül, hogy ez sikertelen volt a tekintetben, hogy nem tudtak érdemben válaszokat kapni ugye a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén. Ettől függetlenül még a, a, a bizottság tagjainak van joga arra, hogy iratbetekintést hogy, kérjenek? Hogyne. E, attól, hogy a bizottság ülése így ilyen szempontból így szétcsúszott, most nevezük így, e, mert hogy nem mentek el a fideszes honatják, ennek ellenére a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak, Nemzetbiztonsági Bizottság elnökének, hiszen ugye ellenzéki, joga van arra, hogy fölvegye a kapcsolatot mondjuk a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal, amelyik ugye a lehallgatásokért felelős itt Magyarországon és beszéljen a vezetővel, hogy szeretne valamilyen fajta iratbetekintés, valamilyen fajta beszámolót hallani ezekről az ügyekről. És ezt nem tagadhatja meg a főigazgató. Tehát, hogy ilyen szempontból a szakszolgálat vezetőjének rendelkezésre kell állnia. Nyilván időt kér, hogy föl tudjon készülni, de utána el kell mondania azokat az információkat, amelyeket nyilván a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjainak jogosultság alapján betekintési joggal. Ilyenkor teljes terjedelme meg kell kapnia az illetőnek az iratokat, vagy biz bizonyos részeket kisatírozhatnak, vagy kiúzhatnak belőle. Én azt mondom, hogy erre az ügyre vonatkozóan a releváns információkat megkaphatják. Most az, hogy hogy hívják konkrétan azt a fedett ügynököt, aki most direkt egy ilyen példát mondok, beépülve valahol, tehát most direkt nem erről a lehallgatási történetről beszélek. Nyilván ezt nem kell tudnia egy Nemzetbiztonsági Bizottság tagjának, de azt igen, hogy a folyamatok hogy néztek ki, ki volt adott esetben a megrendelő ebben a helyzetben, ki volt az, aki azt mondta, hogy valamilyen okból kifolyólag újságírókat kell meghallgatni. Sokkal jel biztonságpolitikai van. szakértőket szándékosan több számba fogalmazok, tehát hogy nem csak erre van igen, igen, ez igen. a kérdés. Egy olyan jellegű ügy és eset, mint ami most Magyarországon történt ez a bizonyos Pegazus botrány. Olyan szempontból sokkoló, hogy Elgondolkodtató, és különösen az a része, hogy a kormányzat, én azt gondolom, igen, rosszul kommunikál az utóbbi egy hétben, hogy nincsenek világos válaszok. Tehát az, hogy Lehallgatási technológiákkal országok rendelkeznek, ez így volt, ez így van, és így lesz. Hiszen ezekkel a technológiákkal dolgozni. dolgozni Konkrétan kell. ezzel a szoftverrel is dolgoznak más országok? Persze, az, hogy megfigyelnek embereket, ezzel sincsen semmi probléma, hiszen, hiszen ez a dolguk. Az viszont mindenképpen kérdés, hogy ezt jogszerűen teszik, vagy nem teszik. Azt mondta Pintés Sándor belügyminiszter, hogy Magyarországon ez esetben törvénytelenség nem történt. Akkor ebből azt következik, hogy ez jogszerű. Én azt gondolom, hogy azért fel lehet tenni kérdéseket neki is. Az volt elgondolkodtató itt megint csak, hogy ő elment erre a bizottsági ülésre, és tulajdonképpen a, a kormány oldal akadályozta meg azt, hogy ő ezekre a kérdésekre, amiket adott esetben az ellenzéki képviselők, illetve a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke felt tett volna, konkrétan tudjon válaszolni. Tehát ilyen szempontból van egy állítás az ő részéről, de nyilván ezt jól lett volna hallani, hogy konkrétumokkal megtöltve. Ugye Magyarországon körülbelül 300 ilyen, Telefonszámról tudunk, vagy tudhatunk, ugye néhány nevet ezek közül ugye már ismerhet is a, a, a közvélemény. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy tulajdonképpen most mondhatjuk azt, hogy Közepes beosztottságú embereket, vagy beosztású embereket, újságírókat, üzletembereket figyeltek meg, vagy hallgattak le, akkor bocsánat, akkor inkább így fogalmazok. Mert az ember, amikor ilyen lehallgatási batrányról hall, akkor mindig azt gondolja, hogy top kategóriás politikusok, top kategóriás üzletemberek lesznek majd ezen a listán rajta. Ön hogyan vette egyébként, amikor olvasta a neveket? Igazán én ezt, az én fejemben ez két oldalról jelent meg. Tehát egyrészt ugye ennek az ügynek van egy nemzetközi szála, ami azért egy nagyon kemény biztonságpolitikai egyensúly felbomlást mutat. Ugye itt például beszélünk arról, hogy Macron elnököt például úgy néz ki, hogy Marokkó megfigyelt, és ért, nem csak lehallgatásról van szó, tehát annyiban pontosítanék. Ugye az, amikor az okos telefonja látja egy idegen titkosszolgálat, vagy egy hazai titkosszolgálat jogtalanul, akkor annak az embernek adott esetben nem csak a telefonbeszélgetéseit tudják megfigyelni, hanem az egész életét. Tehát ugye a fényképeit, levelezését, SMS-eit, mindent tulajdonképpen. Tehát ez volt az egyik irány, ami azt mutatja, hogy Kisebb országok is tudnak most olyan technológiával már a nemzetközi hírszerzésben megjelenni, amin keresztül nagyhatalmak topvezetőit tudják lehallgatni. Ilyen nem volt. Tehát az, amikor néhány évvel ezelőtt hallhatunk arról, hogy az NSA mondjuk Angela merkel bizony, e bizony. E megfigyelte és, és lehallgatta. Egyik oldalról ez egy hihetetlenül kritikus e helyzet volt, és nyilván volt miről magyarázkodni az Egyesült Államoknak, de valahol azt elfogadta a szakma, hogy hát nyilván hát az Amerikai Egyesült Államok, mint rendelkezik ilyen technológiával, és meg tudja figyelni adott esetben Németország első számú vezetőjét. Vagy Oroszország is képes erre, Kína is képes erre, de az, hogy megváltozott a világ, és adott esetben most sarkítok egy kisebb ország, aki belefinanszíroz egy ilyen szoftverbe, egy ilyen technológiába, meg tud figyelni egy francia ország méretű nagy hatalmat adott esetben, ez azért nem volt a biztonságpolitikában. Tehát ez volt az egyik irány, amire így fölkaptam a fejemet. A másik hát nyilván az a, az a hazai viszonylat, amiben ha tényleg igaz az hogy engedély nélkül, vagy valamilyen fajta ilyen dologgal el lehet azt intézni itthon titokban, hogy akár önt, akár engem, bárkit jogtalanul megfigyeljenek, ez nagyon nincs rendben. hát uh, tegyek fel egy olyan kérdést, ami valószínűleg nagyon sok embert érdekel, mert erre lehet mondani azt, hogy jó, hát a Kárász milyen naív kérdéseket tesz fel, de nézzük meg, hogy erre a biztonságpolitikai szakértő mondjuk Aj. mit mond. Nagyon egyszerű kérdés. Kell egy kormányzat legfelső embereinek arról tudni, hogy mondjuk egy hivatal, egy nemzetbiztonsági hivatal kiket és miért figyel meg? Nyilvánvalóan. Vannak olyan ügyek, amelyekhez kapcsolódóan nincs napi szintű információ. Tehát az, amikor például, és akkor konkrétan válaszolok, Szijjártó Péter arról beszélt, hogy az információs hivatalnál nem tud mindenről, tehát minden egyes ügyről neki fejből, tehát ezt napi szinten egyik vezetőtől sem kiváltjuk, és egyébként az elmúlt 30 évben egyetlen egy kormányzat nem így működött. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez az igazság. Azonban az, hogyha... Politikai megrendelés alapján történik valami. Tehát, mint 89 előtt, ugye, tehát a, a, a kommunizmus idején, hogy tényleg oda lehetett szólni a politikai rendőrségnek, most nevezzük így, és a politikai rendőrség nem kérdezett vissza. Az egész rendszer úgy működött, hogy ha egy politikus kért, egy topvezető kért valamit, akkor azt végre kellett hajtani, és így simán végigment a rendszeren. Na ezzel kapcsolatban, ha ez fölmerül, akkor baj van, és ezt kellene most tisztáznunk. Igen, hát erre most azért reméljük, hogy majd kapunk válaszokat. Hát jó Meg ugye az ellenzéki politikusoknak is azért rengeteg kérdése kell, majd választ kapniuk. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm volt. a lehetőséget.